1983. október 20-án születtem Bonyhádon. A szüleim a Parhantra hoztak haza, pontosabban a falu Hanti részébe. A Vörösmarty utcában laktunk, a templom melletti házban. Úgyhogy a kiskoromat nagyon sokat a templomban töltöttem, mert a nagymamám sekrestyésként dolgozott abban a templomban, úgyhogy elég sokat voltam mellette, amikor éppen takarított, vagy egy-egy ünnepre készült. Úgyhogy a gyerekkoromat abban a részben éltük le, és 7 éves koromban költöztünk a szüleimmel az úgynevezett Rózsadombra, amikor a testvérem született, és építettek egy új házat. Anyukám a tőzsgyökeres a Parhanti, apukám pedig Lengyelről származik. Anyukám a postán dolgozott sokáig, és a apukám pedig Komlón bányászként dolgozott. A Hanti óvodába jártam, az én időmben akkor még 2 óvoda működött a településen, és a tanulmányaimat pedig az Aparhanti általános iskolában kezdtem meg. Úgyhogy nagyon szerettem oda járni, nagyon kis kedves közösségnek voltam a tagja, nagyon szerettem az idegen nyelvet, a németet, illetve a fizika és a földrajz volt az egyik kedvenc tantárgyam, erre nagyon emlékszem, úgyhogy volt szerencsém versenyekre is menni, ahol jó eredményeket értem el. Aztán a Bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumba kerültem, és mivel nagyon szerettem a németet, ezért német speciális tagozatra iratkoztam be, és ott érettségiztem le. Emlékszem, a gimnáziumi ballagáson úgy búcsúzott tőlem az igazgató, hogy a mindig mosolygós Dávid Timi, és ez valóban elkísér mindig, tehát sokan mondják, hogy jó rám nézni, hogy mosolygok, igyekszem. Nagyon nagy dilemmám volt egyébként, nagyon nehezen döntöttem el, hogy milyen irányba is szeretnék menni, de a gimnázium évei alatt a matek és a történelem lett a 2 kedvenc tantárgyam, és így kicsit emiatt olyan helyet kerestem, ahol ez a 2 felvételi tantárgy, úgyhogy így kerültem a Pécsi Közgazdaságtudományi Egyetemre. Az első munkahelyem Szekszárdon volt, akkor még Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központnak hívták, akkor ugye a 3 megyét koordinálta a Szekszárdi Központ, és itt helyezkedtem el egy TÁMOP nevű program keretében. Képzéseknek az elszámolásával foglalkoztam, és 3 évig dolgoztam ott. Utána megláttam egy álláshirdetést, Tevelre kerestek az önkormányzathoz, adóigazgatási ügyintézőt, és nagyon felcsigázott ez az állásajánlat, szerettem volna egy kicsit a településemhez közelebb elhelyezkedni és dolgozni, és hát elmentem az állásinterjúra, és sikeres volt, úgyhogy ott kezdtem el dolgozni. Az akkori polgármester hívott fel, hogy nincs kedvem átjönni ide a Parhantra és helyben dolgozni, bár nagyon szerettem Tevelen dolgozni, és nagyon, nagyon nehezen búcsúztam el a kollégáktól, de végül igent mondtam, és akkor 2015. májusa óta vagyok itt a Parhanton. Nyilván ehhez azt szoktam mondani, hogy kell egy belső késztetés, hogy az ember erre rászánja magát. Egyszerűen úgy gondoltam, hogy tudnám ezt másképp csinálni, rengeteg ötletem volt, és úgy is gondoltam, hogy előtte egyébként munkát váltottam, és a harci önkormányzathoz mentem, és amikor kiírták a választásokat, döntöttem el, hogy akkor megpróbálok itt a Parhanton indulni polgármesterként. Akkor még nagyon pénzügyes fejjel gondolkodtam egyébként, és abszolút kicsit lesarkítva is tekintettem erre a feladatra. Nagyon sokat változtatott egyébként a polgármesteri poszt a gondolkodásmódomon, hiszen azért egy település élete nem csak számokból áll. Tehát akkor csak azt láttam, hogy helyre kell hozni a gazdálkodást, kicsit átgondoltabban kell kezelni a pénzeket, és ezen szerettem volna változtatni, hogy mint pénzügyes gyakorlatilag ezt egy kicsit átformálni itt a településen. Aztán, amikor beleálltam a munkába, akkor azért rájöttem arra, főleg a járványhelyzet idején, hogy mennyire fontos a közösséget összekovácsolni, és most azt gondolom, hogy akár egy rendezvény szervezése vagy közösségi élet mennyire fontos egy település számára. És mennyire? Nagyon.
Nagyon elképesztő erő van szerintem ebben. Tehát az, amikor az emberekkel találkozunk, és nyilván, ha egy kicsit be is vonjuk az önkormányzat életébe, megszólítjuk az embereket, annak óriási ereje van. Én azt gondolom, hogy nyitott vagyok a civil szervezetek iránt is. A településünkön a legnagyobb a sportkör, ugye az az egyetlen gyakorlatilag rendszeres szórakozási forma a településünkön, hogy az emberek kijárnak a hétvégi futballmeccsekre. Én azt gondolom, hogy abszolút jó a kapcsolatunk. Az elnök úr szokta mondani, hogy bár a Timi nem szereti a focit, de mégis abszolút mellettük állok. Ez például abban mutatkozik meg, hogy tényleg az önkormányzat támogatja őket, illetve segítek nekik a pályázat írásban. Ezt abszolút így magánemberként csinálom nekik. Sikerült is egy 2 millió forintos pályázatot nyerni, úgyhogy például fűnyírót, mezeket és labdákat is sikerült nekik beszerezni. Illetve akikkel még nagyon szoros a kapcsolat, az a Tűzoltó Egyesület. Ők valami hihetetlen szerencsés csillagzattal rendelkeznek, mert 3 pályázatot is írtam nekik, ami nyertes is lett. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó a kapcsolat velük. Igyekszem, nyilván néha elmaradok a testmozgással, ez nálam egy gyenge pont, de szeretek spinningelni járni. Nagyon szeretem ott, hogy hangoszene mellett lehet tekerni, de akár a szabadban is szeretem ezt a sportot űzni. Hát szeretünk a párommal utazni, úgyhogy tavaly vett egy motort, amivel így elkezdtünk így ketten, illetve egy dombovári társasággal különböző túrákra menni. Ez egy teljesen új élményt hozott az életünkbe, úgyhogy ez. Egy nagy baráti társaságunk van, nagyon sokat időt töltünk egymásra, 10 család szokott így összejárni, együtt is szoktunk utazni, úgyhogy nagyon intenzív kis életet élünk. Sajnos úgy alakult ez, hogy gyerekünk nem született. Ez sajnos így alakult. Úgyhogy azt szeretném, hogy gyakorlatilag azt az életet, amit élünk, az tartalmasan teljen, és nyilván ez a munka nekem így nem csak munka, hanem örömet is okoz, úgyhogy szeretném, amíg lehet ezt csinálni. Egy kicsit tényleg olyan súlyként nehezedett a vállamra ez a gondolat, hogy azért tényleg újra nekifutni. Most már azért tudom, hogy ez mivel jár, és ez egy kicsit nyomasztó is. Viszont az elmúlt időszakban annyi szeretetet kaptam az emberektől, hogy az mindig egy kicsit visszatölt, és erőt ad a folytatáshoz. Nyilván ezen sokat gondolkoztam, hogyha bárhogy is alakul, én szeretném akár más módon is segíteni a települést, mert nekem ez fontos, tehát hogy nagyon remélem, hogy ha bármi is történik, akkor emelt fővel és nyugodtan állok fel innen.